A filmen a lányom látható a nagyváradi Continental Fórum előtt, csak azért mutatom ezt a képet, hogy egy 20 éves fiatal, ő rajta keresztül ismerem ezt a korosztályt, és meg tudom ítélni, hogy milyen az ő tájékozottságuk. Nagy Lajos vagyok, folytatnám a videók sorát. Tehát az expozíciós részben már említettem, hogy a lányom az 20 éves, tehát ezt a korosztályt nagyjából ismerem. Azért is csinálom ezt a videót, mert egy olyan pár olyan dolgot szeretnék felemlíteni, amit a megítélésem szerint ezek a fiatalok nem igen ismernek. Tehát nagyon keveset tudnak a korábbi dolgokról, amiket mi minden nap megéltünk. Én állandóan itt most a zenés dolgokról beszélgetek, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években milyen hanglemezt és milyen zenéket hallgattunk, amikor még nem volt kitalálva a tömörített zene, ami a későbbekben fontos szerepet játszik abban, hogy a számítás technikában minél kisebb tárterületet tudjunk zenéket felvenni, természetesen avval a kompromisszummal, hogy így vesztünk a zenéből is minőséget. Tehát az időmben még a analóg zene az nagyon jó minőségű volt, mert a teljes hangspektrumot tartalmazta, és csak a lejátszás meg a felvételi lánc minőség, azaz a lemezjátszó, az erősítés, a hangszóró, mármint a lejátszáskor, felvételt nyilván mikrofon, minőség határozta meg, hogy milyen minőségben hallgatjuk meg ezt a bizonyos zenét. Igyekezett mindenki a legjobbat kiválasztani. Tehát a mai fiatalok ezt nem nagyon élik, mert ők hanglemezt nem igen vesznek, a felszállnak a villamosra, megállás nélkül hallgatják a telefonjukon a zenéket, bár figyeltem, hogy eléggé igénytelenek, mert hogyha esik az eső és sár van, akkor is felszállnak a villamosra, a hátizsákjukat rögtön lelökik a sárba, ott a piskolt sárba, amit korábban a kutyaszaros cipőjükkel előtte levő emberek már beortak, majd mikor beérkeztek a saját megállapba, felveszik a hátizsákot a hátulról, hogy koszosan, sárosan, összekenik vele a további utazóknak a ruháját, és leszállt, mint aki jól végezte dolgát. Meg azt is tapasztalom, hogy ezek a diákok még egyetemista létükre, Debrecen egyetemi város, képtelenek elmenni a Debreceni Egyetemre GPS nélkül. Bármikor látom őket, mindig a GPS van a telefonukon megnyitva. Mikor én általános iskolába jártam, harmadikosba, akkor nekünk az tanárné, tanítónénink feladta le feladatnak, hogy a Piac utca, akkor Vöröshadsereg útjára hívták, a jobbra és bal leágazó utcákat tanuljuk meg, hogy mit tudom, melyik utca, melyik oldalon és hogy ágazik le. Még annyit tennék hozzá, az érettségizett gyerekeket időnként meg szoktam kérdezni, hogy mi az a tranzisztor, mikor volt a Mohácsi csata, és mit tudnak Puccini-ről. Hát olyan érettségizetről egyetemre járóval még nem találkoztam, aki mind a három kérdésen meg tudott volna felelni. Leginkább azt mondják, hogy soha egyikről sem hallottak. Hanglemezjátszónak kétfajta megvalósítása volt. Volt a kristály lemezjátszó, a kristály hangszerűs lemezjátszó és a dinamikus hangszerűs lemezjátszó. A kristály hangszerűs lemezjátszó, mint benne a nevében, egy piezó kristály, a kvarc kristályból kezdődött, ebbe volt belépítve a tű, aminek a rezgésével magában a kristályban feszültség keletkezett, és ezt a feszültséget lehetett később felerősíteni. Könnyű volt erősíteni, mert a piezo kristályról nagy, voltos nagyságú feszültségek jöttek le, tehát hogyha ezt egy ilyen rádióerősítőbe dugták, amit régen rádióként lehetett kapni a boltba, a lemezjátszót akkor is kiválóan lehetett hallgatni. Ennek hangminőség korlátai voltak, mert az a kristály hangszerű egy nagy tömegű bunkó volt, ami a lemezen futva nehézséggel bírt, engedékenysége nagyon kicsi volt, tehát egy picikét a hanglemezen levő lemezt ilyen formában korlátoztatnak a minőségét. A korszerű lemezjátszó, ami nekem is van, az dinamikus hangszerű, ebben a lemezjátszó tűj egy apró mágnesben végződik, az apró mágnes két apró tekercs között mozgatok, és tanultuk a fizikában, aki még emlékszik a fizikára, hogy az elektromos áramnak három fajta hatása van. Nem tudom, ki tudja, azért kicsit várok. Van a hőhatása, tehát ugye, hogy átfolyik egy áram valamilyen vezetőn, akkor az felemlegszik, ez a hősugázó vagy kenyérpirító. Van neki az
a vegyi hatása, hogy elbontja például a vizet hidrogén és oxigénre, és van a mágneses hatása, tehát hogy egy tekercsen, vagy akár egy vezető megy át, akkor az abban a tekercsben mágneses teret létesít, tehát elektromágnes lehet így készíteni. Ez visszafele is működik, tehát hogyha egy mágnest mozgatunk egy tekercsben, abban a tekercsben feszültség indukálódik. Hát így működik a lemezjátszó is, bár ez a feszültség egy igen picike feszültség, mikrovolt nagyságrendű, tehát a zaj hatás határán és a zaj nagyságrendjébe esik, tehát nagyon komoly hangerősítőre van szükség ahhoz, hogy ebből a szűk kiszűrt, vagy a zajos területből kiszűrjék a hasznos zenét, és ezt a részt megszólaltassuk. Tehát most kezdődik egy olyan része a vlogomnak, a videoblogomnak, hogy a lemezjátszónak a használatát fogom ismertetni. Na, hát egy hanglemezhez, én elbújtam, egy hanglemez lejátszásához, ugye itt egy orosz, múlkos oroszokról volt szó, megkérdezték Woody Allentől, hogy miről szól a háború és béke, azt mondta, hogy oroszokról. Hát én is azt mondom, hogy ha már oroszokkal kezdtük hanglemezeket, akkor folytassuk oroszokkal is. Itt van egy hanglemez. Ez a hanglemez lejátszása nem elegendő maga a berendezés, a hanglemez, hanem kell az egy lemezjátszó is. Hát ezt megmutatnám, hogy hogyan néz ki egy lemezjátszó a 70-es, 80-as évekből. Ez nagyon korszerű lemezjátszó, az van egy Pioneer PL 200-as típusú, ez egy direct drive lemezjátszó, azt jelenti, hogy a villanymotor középen egyből a tányért foglalja, nincs semmilyen áttétel, fogaskerék vagy széljátétel, egyből a tányér forog a megkapcsolás után. Régen lehet kapni mindenfajta rekvizitumok, régen lehet kapni Lenco lemeztörlő zsebkendőt, ami gyakorlatilag egy papír zsebkendő volt, nem tudom, lehet, hogy antisztatikus volt, lehet, hogy nem tudom. Volt egy kis itt van a zsebkendő még, volt egy kis leírás, feje lefele van megint, mint ahogy hívják, itt mindenfajta holmik van, ez a lényeg. Aztán volt egy ilyen Lenco lemeztisztító berendezés, erről is rám, hogy Lenco Clean L Swiss Made, tehát Svájcban csinálták. Ez egy olyan berendezés volt, amire bele kellett ödni egy speciális folyadékot, aminek a leírását később megtaláltuk, úgyhogy már használtuk, azért egy kicsit elszíneződött, mert ez a folyadék volt benne, bár nem víz között, de azért elszíneződött. Ez egy olyan eszköz volt, ami hogyha ide behelyezték ide a kis tüskére, akkor ez így a vízzel telve súlyától rábukott a lemezre, és amikor a lemez forgott, itt ezen a kis szakaszon, ami egy szivacs és egy kis kefe összeállításából alakult ki, ebből itt folyt a lemez megállás nélkül a folyadék, és egyrészt tisztított a lemez, másrészt a lemez egy vékony filmben futott, tehát a súrlódás a tű és a lemez között az minimálisra vált, de az volt a baja, utána már mindig használni kellett, mert a levegő pora az beleakadt ezekbe a nedves részekbe, és a barázdákban recsegést váltott, hogy nem is nagyon gyakran használtuk, csak a régi lemezek lejátszásánál használtuk. Hát itt van még egy eszköz, ezt én csináltam, ez egy előerősítő a lemezjátszóhoz, korrekciós erősítő, ami azt csinálja, hogy a lemezjátszó tűjén keletkező icipici feszültséget, néhány mikrovoltot felerősít annyira, hogy már a véges idő berendezés hangát tudja ezt alakítani. Ez azért kellett, mert egyébként a erősítőben van ilyen lemezjátszó korrektor, hogyha nagyon jó, mivel tiszta zenét akarok hallgatni, akkor elővettem mindig egy ilyen 9 voltos elemet, ezt ide rácsatlakoztattam, és most is meg tudnám csinálni, de most nem csinálom, mert akkor hátul át kell dugni a különböző dugókat, akkor nem volt semmilyen búgás, brum, amit a 50 Hz-es hálózatosnak okozna a lejátszás közben. Na, tegyük fel ezt a lemezt, és nézzük meg, hogy szól, amikor lekapcsoljuk a lemezt. Ez is egy orosz melódia vágású hanglemez, mint mondtam, volt ezt a gyakorlati tevékenységünk kapcsán, úgy szoktuk, hogy ugye letakarítjuk róla a port, nem tudom melyik oldalon van, ez a kettes oldal, ez majd kevésbé ismert nóta lesz, tehát egyes oldalt letakarítjuk róla a port, piszkotebben antisztatikus zsebkendővel, feltesszük a hanglemezt a helyére. Még ezt megmutatnám, hogy a hangszedő, vagy pick-up angolul, az így néz ki, leveszem róla a tűvédőt,
Majd esetleg közel teszem a kamerához is, nem tudom, hogy napsütés híján mennyire látszik, majd lesz egy külön kocka, ott látszik a picike tű a hegyén, benne, ide közelebb hozom, nem tudom, hogy rá tudja fókuszálni. Az a tű, az szedi fel a hangot a lemezről. Visszatesszük a helyére. Ezt a tűt lehet egy cserélni, mert bizony most lemezoldal lejátszás után ez elkopott. Bármennyi zafír vagy gyémántból volt, ez elkopott. A lemezjátszó sajátossága még egy súly, ami kiegyenlíti, mint egy mérleget a lemezjátszó karkasúlyát, amivel ránézkedik a lemezre, hogy ne karcogassa, ne vágja át a parázdát. Aztán van itt egy anti-skating gomb, az arra szolgál, hogy mivel a lemezjátszó körbe, tehát spirális, amit egy csavarmenet befele kényszeríti mindig a lemezjátszó karját, és ezért a V-alakú parázdával, amin az egyik oldalon a jobb csatorna, másikon a bal csatorna van rátéve, mint információ, ezért ilyenkor az egyik csatornát az jobban súrlódhatja, jobban érzékeli a tű, tehát az egy kicsit hangosabban fog szólni. Ezért van egy anti-skating gomb, ami egy kis rugóval visszahozza ezt a kart, úgyhogy középre állítódik, és akkor innentől kezdve már mind a két barátát egyformán játssza le. Tehát az elsőtől átkapcsoljuk a... Hogy hívják ott a fonóállásba, és feltesszük az első lemezt, miután majd bedugjuk a konnektorba ezt a lemezjátszót, mert ideig ez nem volt bedugva. Most már be van dugva, és a szerencsénk van, akkor elindul a lemezjátszó. El is indult, tetszik látni, és ezzel, hogy ne reszkető kézzel tegyem rá a lift, a kart a lemezre, ezért egy ilyen lift berendezési beépítettek a dologba, és nézzük, hogy elkezd-e szólni. Ja, kikapcsoltuk hangszórót. És így tovább, a Glenn Miller nem híres dala fut. Itt van még egy gomb, ez egy cut gomb, ezzel meg lehet szakítani a lemezjátszást. Felemeli a kart, és kikapcsolja a lemezjátszó forgását. És utána ezt a liftet meg kell emelni, hogy minden visszatérje a helyére, bezárjuk, ráteszünk a tűvédőt, és ennyi volt egy lemeznek a lejátszása. Utána kikapcsoljuk a belsítőt, hogy ne fogtassuk a villanyt, stb. Utána vissza lehet hajtani a tetejét, hogy a por ne menjen rá. Még egy fontos szempont, meg akarok mutatni, hogy itt van lent egy hangszóró. Levesszük ezt az elejét. Tetszik látni, hogy ez egy hármutas hangszóró, HS280-nak hívják. Ez nem kell hozzá, ez lehallotta. Nem, ez van benne egy középsugázó, van egy magassugázó, meg egy mélysugázó. És van egy ilyen karakterisztika rajzolva hozzá, hogy azt mutatja, hogy a hang átvitele, jó poros, most látom, körülbelül 60 Hz-től 20 kHz-ig, mert a 3 decibeles pontja, a 3 decibel azt jelenti, ahol a füllel meghallható a hangerő változás, az ennyi. Tehát ez a HS280-as hangfal, ez a karakterisztika meg a leírás szerint 60 Hz-től 20 ezer Hz-ig átviszi a hangot. Hát ennyit akartam mondani hifi hallgatásukban, hozzáteszem, hogy az én fülem már vén embernek nem olyan jó, tehát én ezt már nem hallom, de egy fiatal ember még mindig meghallja. És ide hozzá kell tennem, amikor felszállnak a deriákok a villamosra, bedugják a fülükbe azt a 1 négyzetcentiméter vagy 2 négyzetcentiméteres fülhallgatót. Én nem hiszem, hogy ezen a 100 Hz alatti hangok megszólalnak, tehát ez egy elég gyenge minőségű. Nem beszélve róla, hogy ők MP3-at hallgatnak, ami egy másik kategória, majd arról megint fogok csinálni egy ilyen videót, hogy az MP3 az mennyire nem tartalmazza a hallható hangok tömegét. De hát manapság már ez megy, ez a korszak, ez meg minden. Na, elbúcsúzom, ennyi volt a felvétel. Itt van vége, el is köszönök. Nagy Lajos voltam, mindenkit felkérek, hogy boldogan hallgassa ezeket a videókat, mert sokat tanulhat belőle. A viszontlátásra.